Sziasztok! Elérkeztünk egy videóban, egy új napi vlogban. Itt vagyunk most bent a városban, és eljöttünk ide a bingóba, kicsit bingózni. Aztán így kell nyomnunk. Majd lássátok. Nem megy fel a vidék. 5 dollár. Ott van. Megfele tépül van. Nézzük. Még egy szem ide bejött volna. Azt mondja, hogy még egy szem bejött volna, és akkor megnyerhet volna a 20-30 dolláros. Így még mindig csak 347-re jár. 357. Ja, most jár 3.37-nél. Ja. Hát vagyunk itt ebből többen, ugye elméletileg. Elbuktad az 50 dollárt? Vagyunk itt többen ebben a bingóban. Van egyre, van nagyon sok új gép. Vannak ilyen gépek. Vannak itt ilyen gépek, ezek az új gépek. Lehet ezeken játszani. Aztán ja, hogyha erre jártok, lenéztek egy ilyen játékterembe, lehet nyerni egy kis pénzt. Hogy így beszéljek Kanadáról, mondjuk lehet itt egy kis pénzt nyerni. Vannak újdonságok, új helyek. De úgy már az a Kanada, ami régen volt, már nem az a régi Kanada van itt. Már, hogy úgy mondjam, elég más lett Kanada, azóta Toronto változott elég sok mindenben. Itt vagyunk a bingóban. Itt a bingó van. Itt lehet nyerni? Oké. Okay. Na szóval, itt nem lehet kamerázni itt. Ugye bár azt mondták, hogy nem lehet kamerázni, de én sunyiba egy kicsit visszakapcsolom, hogy azért lássátok, hogy mi van itt az élmény. Lehet azt mondták, nem lehet kamerázni azért. Lehet, hogy a világ. Ne rajtam meg a világ. Lehet valamit? Nem, most megnézem, hogy hol van az a... Rajtad a világ szeme, nyert valamit? Na, ez aztán nem működik. Ugye már lehet nyerni, most legutóbb 500 dollár lett nyerve. Nem ebbe egy másikba viszont. Ugye már itt vagyunk Kanadába, és vannak ezek a játéktermek, többfajta ilyen játékterem van, hogy ezt el tudja még mondani. Jó ez a hely igazándiból, mert lehet jókat játszani. Még amúgy maradjatok, hogyha tetszik ez a videó, akkor majd most dobjatok rá egy like-et. Lájkoljátok. Itt vagyunk, ugye már ebben. Vannak aztán kamera, aztán minden van itt. Vannak ezek a gépek.
csak beszélek egy-kettőt, jó? Szóval, most itt vagyunk, most kijöttünk a... Jól látszódok, anya? Most itt vagyok, kijöttünk a bingóból. Szóval igen, kijöttünk most a bingóból, most leülünk a padokra, szerintem pihenünk egy kicsit. Mert amúgy meg pihenni kell. Mert amúgy igazándiból pihenni egy kicsit kell, mindig jó a pihenés, értitek gyerekek? Pihenni mindig kell, fontos a pihenés. Ugyebár 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez a 3-8 óra. Mindig fontos ez a 8 óra, gyerekek. Anyám a kamerás most éppenséggel. Szóval, ja. Ugye már ez a Szentlér. Szóval innen jelentkezek a padról most, nektek élőben. Itt van ez az új kóla, egy kis promóció. Mindenki vegye ezt az új kólát. Megkóstoljuk, hogy milyen ez a kóla. Azt mondják, hogy finom. Megkóstoljuk így elsőre, hogy milyen. Nem rossz, elmegy. Jó fél ez a kóla. Szóval mit is akartam mondani, igen, hogy Kanadában itt vagyunk, Torontóban. Milyen évben is vagyunk? 2022 van, szeptemberben léptünk bele pont most. Még elég jó idő van ahhoz, nem? Elég napos idő van ahhoz képest amúgy, hogy még szeptember van. Meg is mutatnám az eget, a napot. Ilyen. Ilyenek az utcák, ahogy ugye jöttünk erről felfele, arról jöttem felfele, most itt sétálunk itt felfele, ilyen itt a Szentléren az utca, Szentlér, ja. Arrafele található egy park, egy kisebb park. De amerre mi megyünk, amúgy igazándiból egy nagyobb park felé megyünk. Arra felfele. Nézzétek már, hogy jöttem föl az utcán, olyan kocsi, mint van ez a Knight Rider film, tudjátok? Milyen kemény már, bazd meg ez a kocsi, durva, mi gyerekek? Mint a Knight Riderben a film van. Belülről. Pip, pip, pip. És már beszél is nekünk. Halljátok, hogy az a kocsi. Az előbb is mondtam, tényleg, hogy úgy néz ki, mint egy Knight Rider az a kocsi. Igazándiból. Innen így jöttünk felfele. Sétáltunk. Arra fele tartunk felfele. Arra megyünk. Voltam bent a fűbolt belőbb a sztorba. Oda mentem az emberhez és megkérdeztem tőle, hogy van-e neki candy, egy ilyen füves candy, cukorki, ilyen füves, és egy darab, ha jól tudom, 100 vagy 20 mg-os, de tényleg mondom nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon erős cukorka. Hát elmondom nektek az őszintét, hogy semmi jó nem volt bent, nem tudom, hogy miért. Mondjuk volt bent egy vép, igazán nem is voltam, hogy rossz, hogy hozzátegyem. Ja. Dere! Így sétálunk most felfel az utcán. Itt megyünk felfele. Ja. Szóval igazából itt megyünk erre, sétálunk felfele. Jó a fagyi? Itt az esti órákban megállt anya egy fagyira. Jó a fagyi, tetszik? Azt mondja, hogy jó a fagyi. A lényeg itt az, gyerekek. Jó a fagyi. Úgyhogy
aki szereti a fagyit, az dobjon egy like-elet erre a videóra. Már most dob be like-elet rá. És kommenteljétek, még szeretnétek-e látni ehhez hasonló videót. That's right, hula! Sétálnak az emberek, esti órában bicikliznek. Na szóval, hogy érdemes-e Toronto vagy nem? Még pár szempontból biztos érdemes, mert itt van munka lehetőség ezerrel. Most is lejjebb két ház ugye épült. Szóval, hogy mindenki döntse el, amúgy igazándiból maga, hogy érdemes, hogy ki eljönnétek, vagy nem eljönnétek ki. De viszont igen, ja. Ja, szóval, nem tudom, még elmegyünk, megnézzük a felfele, hogy mi van, aztán indulunk is tovább. Indultunk is most. Még arra felfele felnézünk amúgy? Mi? Arra felfele fogunk menni. Most. Még. Igen. Jaj, mi srácok? Ja, majd a csetősbe be kell menni. Nem jó az internet, a megolvasó. Nem is tudom, hogy mit tudnék amúgy mondani. Az embereket, amikor megyek az utcán és megkérdezem, hogy milyen Kanada, mindegyik még jó hangulatjában van. Szóval, ja. Viszont ez. Sok embernek viszont van kérdése. Nagyon sokan amúgy kérdeztétek a Facebook live-om alatt, egy régebbi Facebook live-om alatt, hogy mennyi az idő itt Kanadában, mert ugye itt eltolódás van. Kérdeztétek még azt, hogy milyen Kanada. Mondjuk bevágok majd egy-két képet is. Lehelóztok, már beesteledett. Most ülünk itt a villamos megállóban. Már jön a villamos. Aztán majd, amikor ide ér a villamos, majd felszállunk rá, és irány hazafele, most már indult össze hazafele. Hát, hogy őszintén bevarjam, nem találtunk semmi jóféle bárt, nem találtunk semmiféle bárt, amiben beülhettünk volna, és megijadtunk volna valamit. Ugye? Szóval, ja. Már itt van a villamos. Felszállunk a villamosra. Nem jövünk valamára. Akárhova, ahova akarsz jönni. Szóval most leültünk ide, a villamos anyával.